augusztusban van itt Váczrátóton, az Arborétumban a lótuszvirágzás ünnepe. Természetesen mi is úgy döntöttünk, hogy ezt meg kell néznünk. Többször voltunk itt az Arborétumban, de a lótuszvirágzásnak a csúcspontját még nem sikerült elkapnunk. Most először, és hát nem véletlenül mesélnek erről többen, hogy mennyire gyönyörű, és olvastam róla, és láttam videón, mert tényleg gyönyörű, és tényleg egy fantasztikus élmény. Azt kell tudni egyébként a lótuszvirágzásról, hogyha meg szeretnéd te is nézni, érdemes reggel nyitásra, vagy legalábbis mindenképp délelőtt idejönni, ugyanis a lótuszok reggel nyílnak ki, akkor a legszebb a viráguk, és úgy működik a lótuszoknak a virágzása, hogy hát tulajdonképpen a tavirózsához annyiban hasonlít, hogy otthon a tavirózsát szoktam megfigyelni, délelőtt kinyílnak, és hát így délutánra pedig összecsukódnak, aztán megint kinyílnak, és ez körülbelül olyan 2-3 napig tart, utána összeesnek. Tehát eddig tart a virágzás, és ha igazán úgy a legszebb, friss virágokat szeretnénk megnézni, szeretnénk látni, akkor délelőtt kell jönni, minél korábban, akkor a legszebb. Na most, amit mindenképp el szeretnénk még mondani a lótuszokról, hát egyrészt az, hogy ugye ez egy Ázsiában őshonos növény, Indiában, meg általában a keleti kultúrában van úgy igazán kultúrája ennek. A kínaiak, a buddhisták, az indiaiak, hinduk mind-mind szent növénynek, különleges növénynek tartják. Ugye a védikus hitvilágban, a teremtés kezdetén, ugye, amikor az Úr Visnu ráfekszik az okozati óceán vizére, akkor a köldökéből kihajt egy lótuszvirág, egy szár, és ezen a lótuszvirágon születik meg végül is Brahma, a teremtő. De ez csak egy kis apróság így a lótuszvirággal kapcsolatban. A védikus kultúrában az istenségeket, Krisnát, Visnút úgy szokták jellemezni, hogy a szépségük a lótuszhoz hasonlatos, a lábuk az a lótuszhoz hasonlatos, tehát a lótuszvirágnak nagyon nagy kultusza van ezekben a keleti kultúrákban. Na de, mielőtt tovább mennék, még mondok valamit róla, ami nagyon fontos szintén a keleti kultúrákban, hogy a lótusznak gyakorlatilag minden egyes részét fel lehet használni. Hát a virága, az egy virág, ugye azt ha elérik és leszakítják, azt ugye vázába lehet tenni egy-két napig, ott is elél. A levele, az nagyon érdekes, meg is simogattam, megtapogattam, ilyen viaszos felülete van, és az a különlegesség, hogy emiatt a viaszos felülete van, ha ráesik az eső, az lepereg róla, tehát nem ázik el, nem áztatja el. Talán emiatt a tulajdonsága miatt szokták például a levelét csomagolásra használni, valamit, vagy enni rajta. Mi mondjuk, amikor Indiában voltunk, banánlevélen ettünk, de ezek szerint a lótusz levele is alkalmas erre. Ugye amikor elhervad a virág, akkor képződnek a magtokok, ami hát, úgy néz ki ilyen viccesen, mint egy zuhanyrózsa, és az is ehető, azt szokták akár nyersen is, vagy sütve, én még nem kóstoltam, de biztos nagyon finom. A magját is meg lehet pirítani, megenni, gyógyhatása is van, tehát egy igen különleges növény. Na most itt hazánkban viszont egészen másképp tekintünk a lótuszra, lótuszvirágra. Egyrészt úgy, hogy gyönyörű, másrészt meg úgy, hogy invazív. Na most ugye általában mostanában az invazív növényeket nagyon áldázul üldözzük. Egy korábbi videómban, amikor itt jártunk Váczrátóton, és emlegettem, ugye, hogy ez a tó tele szokott lenni nyáron gyönyörű lótuszvirágokkal, akkor valaki felhozta ezt az invazív témát, hogy hát hogy lehet, hogy itt a Nemzeti Botanikus Kertben ez így lehetséges, hogy így ez a lótuszok csak úgy itt vannak, pedig hát ez egy milyen káros, milyen invazív
növény. Na most ezzel kapcsolatban nagyon fontos tudni, először is egy érdekességet, ami alátalan azt jelenti, hogy ez tényleg szaporodik, és igénytelen, és invazív is tud lenni, mégpedig az, hogy ez a tó, ez a nagy tó, ahol most vagyunk, illetve hát ahol vannak a lótuszvirágok, ez tulajdonképpen itt két tő lótuszt ültettek el, kettőt. Úgy hallottam, hogy volt egy harmadik is, azt valahol máshol ültették el, az nem maradt meg, tehát két tő lótusz szaporodott itt el ilyen gyönyörűen. Tehát tényleg invazív, otthon Kertitóba pedig nagyon gyönyörű gondolkodtunk, hogy valahogy egy magot eldugnánk, de lehet, hogy jobban járunk, ha ide jövünk gyönyörködni. Itt ugyanis tényleg elszaporodott, tényleg beteríti az egész tavat, sőt, ez még csak a, mondhatnám, a kezdet, vagy mondjuk középtájon vagyunk, ugyanis egyre több levél fog képződni, egyre több virág még jön, és ugye a magtokok azok maradnak a helyükön, és egyre inkább fognak a levelek is emelkedni, meg a virágok is, tehát még ha mondjuk később jössz, mint ahogy mi vagyunk itt most, akkor följebb fog ez az egész mindenség emelkedni. Ez az egyik dolog, ami így érdekesség. Na de amit viszont mindenképp fontos tudni, az, hogy itt a Nemzeti Botanikus Kertben ezek a lótuszok, ezek nagyon komolyan kordában vannak tartva. Tehát úgy van megcsinálva, mert ugye van itt ez a nagy tó, és van itt több kisebb tó is, ami hát két patak találkozik itt ezen a területen, azoknak a felduzzasztásával jöttek létre ezek a tavak, és arra nagyon figyelnek, hogy innen, erről a területről, ami ugye a lótuszos tó, innen ezek még véletlenül sem tudnak tovább terjedni, tehát nem tudják az egész területet itt ellepni, és semmiképpen sem tudnak kijutni szabad vadvízre, mert ott tényleg nem jó a jelenlétük. Itt viszont az történik, hogy amikor vége van a virágzásnak, elmúlik, ősz van, akkor ezeket a növényeket eltávolítják. Igazából próbáltam kideríteni, majd remélem, hát ha egyszer pontosabban is megtudom, vágják is, tépik is talán, de a lényeg az, hogy nagy része innen eltűnik. Valóban tavasszal, amikor voltunk, még nyoma se volt, semmi nem volt itt. És azt mondta itt egy nagyon kedves ismerősöm, aki itt dolgozik, hogy tulajdonképpen szinte átszűrik itt a vizet, a maradékot, tehát, hogy még mag se tudjon innen kijutni. Tehát annyira kordában van ez itt tartva, és annyira tudatosak itt a botanikusok, a kertészek, ugye nem véletlenül ez itt a Nemzeti Botanikus Kert, itt tényleg nagyon figyelnek mindenre. De tulajdonképpen nem kell attól félni, hogy ezek a lótuszok itt a nagy invazívságukba bármi kárt tennének. Nem tesznek kárt. Teljesen, tökéletesen lehet gyönyörködni a szépségükben, és nem terjednek tovább. Tehát, hogyha itt tovább mennénk, itt ezen az úton, ott folytatódnak ezek a tavak, illetve a felduzzasztott patakmedrek, és nincs máshol lótusz, csak ebben a tóban, itt rengeteg, itt ez a csúcs, ez a fénypont, ilyenkor augusztusban, ilyenkor muszáj eljönni, megnézni, de gondoskodnak arról, hogy ez ne terjedjen tovább. Viszont a természetben, tehát az, hogy most esetleg valahogy tudunk szerezni egy magot, és valahol sutyiba eldobjuk, na azt már nem kellene, mert ott már tényleg okozhatna olyan kárt, ami által felborulna ott annak az adott tónak, vagy vízfelületnek az ökológiai egyensúlya, nyilván arra vigyázni kell. Itt erről szó sincs, itt ez erről szól, és itt lehet a lótuszokban gyönyörködni. És még egyszer, ha látni akarod őket, én mindenképp azt javaslom, hogy kelj fel korán, ha mondjuk az ország másik részén laksz, és gyere ide, 8-kor nyitnak, gyere ide nyitásra, de legkésőbb olyan 9-10 óra körülre, és akkor garantáltan a legszebb pompájukban fogod őket látni. Thank you.
éves kérgüllonchoz érkeztünk. Ez az a növény, amit minden egyes alkalommal meg szoktunk látogatni, amikor idejövünk a botanikus kertbe. Nézd meg, hogy milyen szép! Ezen a kis úton, ahol a bordáskérgű lonc található, mind a két irányban, tehát a tó irányába is, és az ellenkező irányban is több japán juhar található. Japán juhar, ujjas juhar, hát ezeket nagyon szeretjük, mert mi magunk is mindig a japán juhart próbálnánk meg honosítani a kertünkben, és amikor itt vagyunk a botanikus kertben, mindig meglátogatjuk a japán juharokat is, és mindig gyönyörködünk bennük, hogy milyen szépek. Kedvelt látványosság még itt, a vízimalom. Erről már beszéltem korábban, korábbi filmeken, remélem, hogy láttad azokat. Ami újdonság az előző itt léteinkhez képest, hogy most a vízimalomnak a malom része végre működik, és amikor legutóbb itt jártunk, akkor láttuk is, hogy itt valamit dolgoztak, itt a vízimalom mellett ugye van egy patak, ami hajtja magát a malomnak a kerekét, és annak a medrével valamit, tehát ott építettek valamit, az látszott ott mellette. Aztán, hogy most pont amiatt van, hogy működik a malom, vagy a kettő egymástól független, az is lehet, hogy csak most több a víz benne, és ez pont elég az, hogy meghajtsa a kereket, de a lényeg az, hogy nagy örömünkre most végre működik. Kétségtelen, hogy augusztusban a botanikus kert fő látványossága a lótuszvirágzás. De hozzáteszem, hogy érdemes elindulni az erdőbe is. Itt most, ahol mi vagyunk, hátra kell jönni egészen az üvegházakig, és ott balra elfordulni, és akkor egy ilyen nagyon hangulatos, erdős, ligetes részre érünk. Itt mögöttem van a úgynevezett vízesés, amiben van is most víz. Nagyon kis hangulatos, ahogy csobog folyamatosan mögöttünk. És hát azért érdemes eljönni az erdős részre is, egyrészt, mert ez is nagyon szép, tehát nem csak a lótuszos tó az, ami ilyenkor látványosság, és akkor csak odáig jövünk, hanem az erdőbe is, hát mi egész konkrétan azért jöttünk ide, mert nagyon meleg van, és itt egy kicsit a fák árnyékában nagyon jó volt időzni, és élvezni az erdő hűs klímáját. És itt mindjárt eszembe is jutott az, amiről nagyon sokszor szoktam beszélni a Vasatis csatornámon,
hogy mennyire fontos az erdő, az erdőkert telepítése otthon a kertünkbe, ahelyett, hogy csak fű lenne, meg ami most nagy divat, ez a mindenki mindent lekövez, kavicsoz, térkő, és aztán csodálkozik, hogy meleg van a kertben, meleg van a házban, mindenütt meleg van, mert ugye a kavics meg a kőmigránások el is melegszik, és nem beszélve a betonról, az meg még inkább felmelegszik. Tehát, hogy amikor bemegyünk egy, akár egy természetes erdőbe, vagy egy arborétumba, botanikus kertben, ott az erdő részre, akkor érezhetjük azt, hogy mennyivel kellemesebb a klíma, mennyivel jobb itt lenni, mennyivel nyugodtabb. Nagyon szép, gyönyörű ott a tónál, a lótuszok között, és nagyon gyönyörű a virágos kertrész. Az erdő viszont nagyon kellemes, hűvös. Így most egy kicsit itt időztünk, és ennek örvendeztünk. Sétánk végén visszatértünk oda, ahol elindultunk, a tóhoz, hogy még egy pillantást vessünk így este is a lótuszokra. És eszembe jutott, hogy sokan összekeverik a lótuszvirágot és a tavirózsát oda-vissza. A nagy különbség a kettő között az az, hogy a tavirózsa az a víz felszínén hozza a virágait, vagy éppen csak, hogy egy picike szárat növeszt, míg a lótuszvirág, annak pont az a lényege, hogy magas szárat növeszt. Ezzel tulajdonképpen még azt is jelképezi így a keleti mitológiában, hogy fölötte áll ennek az anyagi világnak, nem érinti a lótuszvirága a vizet, gyakran még a levele sem. És itt most azt is láthatod, azon túl, hogy milyen magasak, hogy a virágok zöme már vagy elhervadt, vagy összehúzódott, kis bimbók lettek, így visszacsukódtak, mintha még bimbók lennének, hogy aztán holnap újra kinyíljanak, és hát persze vannak olyan bimbók is, amik még egyáltalán nem voltak kinyílva, azok majd a holnapi látogatókat fogják megörvendeztetni.